Szép jó estét kívánok! Köszöntöm ünnepi beszélgetéseink nézőit. Egy verssel kezdem. Itt van hát újra karácsony. Hunyd le két szemed és hallgasd, ahogy szárnyak susognak és különös égi zene szól benned. Apró kis kezek csengőket ráznak, angyali üdvözlet. A karácsonyfánál unokáit tekintett te vissza a mennybe. Segíts minket, Uram! Hogy béke legyen bennünk, hogy a tűz, amit hoztál a világra, fénnyel égjen, melegítsen. Legyen ebben a vadében őrtűzünk, csillag, ragyoghasson ma minden ember szemében. Bobori Zoltántól kaptam, a ma esti vendégemtől, a Vörösmarty Társaság elnökétől ezt a kis füzetecskét. A Vörösmarty Társaság szerzői írtak verseket, karácsonyi énekeket. Örülök, hogy itt vagy velünk, szervusz Zolikám. Köszönöm szépen a meghívást. No, hát kicsit meg kell nézzük az idei esztendőt, hogy mi minden történt. Először a jóról beszéljünk, hiszen magyar érdemben tiszti keresztje, a lovak kereszt után azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly elismerés volt. Miként fogadtad? Köszönöm szépen. Nagyon nehezen hihető. Természetesen az ember mindig örül egy ilyen kitüntetésnek, de vannak kétségek is az emberben. Elsősorban az természetesen, hogy megérdemeltem-e, aztán hát jön a saját magam válasza, hogy nyilván az az alapja, amit az ember 75 esztendősen elért, megtett, úgy is mondják, hogy letett az asztalra. Igen, hát jobb lett volna, hogyha ezt az ember olyankor abban az életének abban a szakaszában kapja meg, amikor nincsenek olyan hihetetlen gondjai, mint amilyenek most vannak. Nem nyilvánvalóan nem arról van itt, hogy az én életemben, hanem amiért az ember olyan sokat tett, és annyit, olyan szolgálatot, úgy gondolom, hogy az most ilyen méltatlan állapotba került itt a Vörösmarty Társaság helységére. Gondolok arra, hogy másfél esztendeje már nincsen lehetőségünk. A saját otthonunkban, a saját termünkben előadásokat tartani. Különböző helyeken vagyunk kénytelenek, ami nyilvánvalóan, hogy sok gonddal jár, ráadásul nem is mindenütt tudunk ingyen termet kapni. No, szóval ezek a nagy gondok, ezt jó lett volna, hogyha szívesen kicseréltem volna a kitüntetésemmel. Emellett viszont azért a koronavírus járványról is kell, hogy szó essék. Ez volt a másik olyan probléma, hiszen a Vörösmarty Társaság egy közismerten erős közösséget alkot, és bizony megsínlette ez az időszak ezt az emberek külön-külön is, de hát a közösség nem különben. Hogy lehetett ezt átvészelni, hiszen azt azért láttuk, hogy online formában nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, és azt hiszem ez megerősítést jelent mindnyájunknak, de azért mégsem ugyanaz. Hát természetesen igazán volt ennek a rendkívül fájó és nehéz időszaknak meghatóan szép pillanata is, meg események is voltak. De hát az is kétségtelen, hogy, és ez elképzelhető mindenki számára, hogy egy ilyen időszak megviseli a közösséget, terhet rak a közösség együttérzésére és az együvé tartozására, a közösség lelkiségére. Tehát ez világos dolog, vannak is veszteségeink, és hát ez is egyértelmű, hogy amikor baj van, amikor nagy problémák vannak, akkor hát van, aki eltávolodik ezektől a problémáktól, vagy nem érdek. De azt hiszem, hogy nagyjából elmondható, hogy egyben van a közösség, az is elmondható, hogy sokakat nagyon megerősített pontosan abban, hogy egymás segítve összetartozással és összetartással
vészeljük ezt, ezt az időszakot, aminek egyelőre nem látjuk a végét. Hát ez így meglehetősen fájdalmas. Ennek ellenére én azért örömmel tapasztaltam, hogy azért számtalan program megvalósulhatott itt. Ha nem is pontosan időrendben, de azért beszéljünk ezekről, ugye mindig új élet lesz a vérből, ima Magyarországért, a nemzetért. Ez egy nagyon fontos esztendőről esztendőre. Igen. Hát ha valamikor szükség volt erre az imára Magyarországért, akkor most igenis szükség van, és amit csak lehet, mi a Vörösmarty Társaság, amit csak lehet, ezért megtettünk, és hittel mondjuk továbbra is az imánkat Magyarországért. Tehát, és hát nagyon, nagyon bízunk abban, hogy nem csak a társaság részéről, hanem minden magyar ember részéről, aki Magyarországért imádkozik, annak meg lesz az eredménye. Nagyon bízunk benne. A társaság tagjai gyönyörű verseket produkáltak. Gyönyörű, érezhető volt, hogy hittel és tiszta lélekkel gyönyörű verseket. Igen, ezeket online formában is megtapasztaltuk, aztán nyilvánvalóan, hogy most, hogy megjelent a Vár, ráadásul három, tehát akkor beszéljünk, igen, a Várról, és ez nagyon hiányzott. Hiányoztak azok az esszék, azok az írások, azok a versek, amelyek mindez idáig azért az irodalombarátokat életben tartották, ahogy tetszik. Igen, hát három Vár bemutatását pótoltuk, az elmaradt három vers bemutatását, és hát nagy öröm, hogy ilyen helyzetben is meg tudott jelenni, vagy meg fog jelenni az év végéig az összevont szám, a negyedik, illetve hát a jövő évi első szám, és hát mondhatom azt, hogy rendkívül, rendkívül gazdag tartalmú szám lesz. Hát olyan nagyon örülök annak, hogy közölhettük például Cserpalkovics András polgármester úrnak az augusztusi beszédéből egy részt, ami abszolút időszerű, nagyon erőteljes, lelkes felhívás tulajdonképpen, és hát nem csak fehérváriakhoz, hanem mondhatom, hogy az egész nemzethez szóló beszéd. Sokan, többen vannak úgy, akik azt mondják, hogy politikusnak a Várban nem kell megjelenni, de hát egészen másról van szó, és tényleg egy nagyon megfontolandó, lelkiebben gazdag, szép beszéd, aminek egy jelentős részét, egy részletét közöljük. És hát persze itt vannak a nemzetközi kapcsolataink bizonyítékai, egy Jerzy Krupiński nevű lengyel költőnek a versei, akit a barátunk Konrád Szutaszki fordított, őneki van egy visegrádi csoport, Mentő a trianoni békediktátumot követően című írása, ez is rendkívül fontos, azt hiszem, és remélem, hogy nagyon sok embert meg fog érinteni. És van egy egészen különleges írás, mégpedig egy Hódmezővásárhelyen élő főorvos, aki levelet kapott Németországból, egy német professzortól, hogy mondja már meg, mi van itt Magyarországon, mi van ebben az országban. És hát ez a Kovács László barátunk ebben a válaszlevélben egy nagyon alapos, gyönyörű kitekintést adott, és mindenről tulajdonképpen, ami itt az országban történik. A német professzornak, aki nagyon hálásan megköszönte ezt a levelet. De hát még egyszer mondom, itt van a szokásos szerzőink, Szuromi Pál, aki gyönyörű írással, Radnai István, és van egy egészen különleges dolog, Bodoki Gyöngyi emlékünnep Farkaslakán című írása, ami egy farkaslakai nagy ünnepségről számol be, fényképes, szívhez szóló, nagyon szép írás az is. Türei László István, aki tudjuk, hogy erdélyi, Sarosi Mihály egy különleges írással szól hozzá a jelenlegi egyik legfontosabb társadalmi problémánkhoz. Hát itt a saját költőink, Drotlev Zoltán, László Zsolt, Vicei Károly, akit most már sokszor köszönthettünk itt Fehérváron,
egy rendkívül érdekes és biztosan nagy érdeklődésre számot tartó írása, mit kapott a titkos ügynök a besugó ráadással. Tehát ez egy nagy erdélyi magyarság egyik nagyon nagy problémája. És a délvidéki magyarság nagyon nagy problémája. És hát ami meghatározó ebben a számban, az a Lengyel Irodalom napján elhangzott beszédek, hozzászólásoknak a gyűjteménye, Ködöböc Gábor, Domonkos László, Bakonyi István, Tari István, Lukácsi József. Úgyhogy azt hiszem, hogy rendkívül színes, változatos és sok olvasás élményt nyújtó vár, meggyőződésem. Én is nagyon várom már, hogy kérdés. Én is nagyon várom, sőt, mi is várjuk, de ha már apropó, akkor egy kicsit térjünk vissza a magyar-lengyel kapcsolatokra, hiszen ez egy nagyon fontos pillanat volt ebben az esztendőben. Koronavírus járvány ide vagy oda, azért megtisztelte jelenlétével Jerzy Snopek, Lengyelország budapesti nagykövete, itt volt Konrád Szutászki barátunk, és nagyon sok mindenki más. És ráadásul ugye ehhez kapcsolódik, hogy Janusz Vojcsik halálának évfordulója tájékán volt ez, aki ugye tavaly szeptember 3-án hunyt el, és hát ő ízig-vérig, ha úgy tetszik, tiszteletbeli székesfehérvári polgár volt, és hát Lengyelországban is megjelent a köteted lengyel nyelven, ami azt hiszem, hogy egy óriási dolog mindenféle értelemben. Igen, hát én számomra ez ennek az esztendőnek az egyik legörömtelibb eseménye volt, és hát ráadásul, mint már itt azért említettem, hogy meghívtak Lengyelországba ennek a kötetnek a bemutatójára, és egy gyönyörű, gyönyörű emlékestre, amit Janusz Vojcsik tiszteletére szerveztek és rendeztek, és hát azt el lehet képzelni, hogy mekkora megtiszteltetés volt nekem, hogy ott ezen részt vehettem. Ugye van még, ami különösen fontos számunkra, a személyes találkozás. Ugye az öreghegyi disputáknak egy ideig nem volt mód és lehetőség a bemutatkozásra, utána viszont Erős Kingától kezdve Tolcsvai Béla mind-mind. Ráadásul ugye ezek olyan beszélgetések, amelyek rendkívül fontosak, hiszen az aktualitásokon túl a mélységeket kutatja minden egyes beszélgetésed. Ez folytatódhat, ha már a jövőt tekintjük? Pontosan így van. Hát én most pillanatnyilag be kell vallani, hogy nem látom tisztán a jövőt. Ennek több oka van. Az biztos, hogy lesz még egy öreghegyi disputa. Cserpalkovics András polgármester urat szeretném vendégül látni és beszélgetni vele. És hát a jövő esztendőben remélhetőleg, hogy tud folytatódni ez a sorozat. Egy kicsit folytassuk a költözőkkel, hiszen méltatlanul kevés szó esik László Zsolt vezetésével, és nyilvánvaló, hogy ott is nehézségek okozott a koronavírus járvány, de hát pandémia ide vagy oda, azért a költők működnek, ezt tudjuk. Igen, és hát találtunk is egy megfelelő helyiséget, egy helyszínt ennek a költözőknek, a Grund kávézó talán, vagy teázóban, ahol lehetőséget biztosítottak nekünk, hogy egy csongoris tünde költőzugot tudjunk működtetni havonta egyszer, de több rendezvényünk is volt már eddig ott, és lesz például ebben a hónapban Bakonyi Istvánnak az új könyvét, ott fogjuk bemutatni 15-én, sok szeretettel várunk mindenkit. Egy nagyon hangulatos, és ezeknek a igazán baráti beszélgetéseknek kiváló lehetősége ez, és kiváló helyszín. Essék szó egy kicsit még a Kossuth utcáról, mármint áttételesen, hiszen ott voltunk a könyvvásáron. Siker volt. Én azt láttam, hogy nagyon sokan voltak kint az utcán, a Kossuth utcában, illetve bent a teremben is. Ez valamiféle jövőkép, hogy igen, meghirdetjük, és igen. Akkor próbálunk minél több könyvnek. Na most ennek a bevételét fölajánlottuk a Makovec féle, budapesti Makovec féle feltámadás templom alapítványnak,
Én azt hiszem, hogy ez ennek az alapítványnak a támogatása, hogy ez a templom fölépüljön és megvalósuljon, ez minden magyar embernek kötelessége kellene, hogy legyen, hívőknek, nem hívőknek egyaránt, hiszen fantasztikus jelentőségű lenne ennek a csodálatos templomnak a megvalósulása. Ezt próbáltuk meg támogatni ezzel a könyvvásárral. Én nem voltam 100%-osan elégedett a részvétellel, de hát az ember mindig többre vágyik. Valószínűleg az időjárás is befolyásolta az érdeklődést, de azért azt hiszem, hogy egy méltó kezdeményezés volt, és hát a Vörösmarty Társaság megmutatta azt is, hogy odafigyel az országos rendezvényekre, és ahol tud, segít. Elkerülhetetlen volt a váltás bizonyos értelemben, a megújulás jegyében új alelnöke is van a társaságnak. Emeljük egy kicsit, beszéljünk egy kicsit Váci Márkról, hiszen a társadalmi kapcsolatokért felelős alelnök lett, ami egy nagy kihívás mindenféle értelemben. Miként esett rá a választás? Hát a Márkkal most már hosszú ideje kiváló személyes és munkakapcsolatban vagyunk, és hát őt azt hiszem, hogy a fehérváriaknak most már nem kell bemutatni, egy rendkívül lelkes, agilis, kezdeményező, nagyon kreatív, nagy tudású történész ember. És hát én kifejezetten örültem neki, hogy ő elvállalta ezt a tisztséget, hiszen régóta mondjuk már, hogy fiatalítani kell, és úgy érzem, hogy most már el is indult egy olyan folyamat, amivel elérhetjük a célunkat, jöjjenek a fiatalok. Vannak nagyon tehetséges íróink, költőink, külön örülök annak, hogy új tervek vannak arról, hogy a fiatalokat összefogjuk itt a városban, fiatal kezdő költőket, írókat. Ennek komoly lépései történtek már, és itt úgy, ahogy Váci Márkotot szeretném kiemelni, Bokros Juditnak a lelkesedését és a tenni akarását. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan komoly eredményekről fogunk beszámolni. Igen, hát érdeklődéssel olvastam a Várban egyébként azokat a kezdeményeket, amelyeket Judit személyisége egyébként eleve elrendelés volt, hogy neki írnia kell, úgyhogy örülök neki. Igen. Viszont annak is örültem, amikor bejelentést kaptunk arról, hogy egy új pályázatot indítatok az Aranybulla díj kapcsán. Hol tart ez most? Folyamatosan jönnek a pályamunkák, úgyhogy lassan már el is kezdjük az értékelést. Tehát ez nyilván úgy fog működni, hogy folyamatosan értékeljük a beérkezett pályamunkákat. Egy kiegészítés még valószínűleg lesz, mégpedig az, hogy kiegészítjük a pályázati lehetőséget kis plasztika készítésére. Tehát a héten már közzé is fogjuk tenni országosan, hogy kis plasztikai alkotásokkal, például éremmel lehet pályázni az Aranybulla díjra, de még egyszer mondom, hogy folyamatosan jönnek a pályamunkák, elsősorban irodalmi alkotások. Gyönyörű lesz az Aranybulla díj, az gyönyörű lesz. Egy tűzzománc kép, Szűcsnyi Novák Mária készítette, gyönyörű, úgyhogy azt hiszem, hogy aki azt elnyeri, az büszke lesz rá. Én örülök, hogy jó egészségnek örvenc, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint például ma kaptam 3 e-mailt tőled, ez nem titok. Az egyik az a már említett Szuromi Pál új könyvéről, egy recenzió, fantasztikus, tehát már ezért is érdemes lesz elolvasni. A másik ugye a mai megyei napilapban jelent meg egy eszéd, a baloldali miniszterelnök jelöltje és az ő amerikai útja kapcsán, és kaptam egy verset. Ebből engedd meg, hogy olvassak fel, a Tőkesúly barátaim címmel. Legyőzöttként néha félreállunk, néha, dehogy, beijedt félreállás az egész, amikor hallgathatod a hetet-hét csúszómászó árulók vihogását, a hajóról menekülőkét.
A gyűlölködőkét, akik tudják, hogy neked dolgod van, felhatalmazásod, hozzá hited, főnix madár sorsod. Hát, Lajoskám, köszönöm szépen, hogy ezt nem ugyan neked szántam, ezt a verset, de hát örülök, hogy elhangzott. Én bízom benne, hogy a verskedvelők is majd egyszer egy-egy kötetben. Nézd, nekem meggyőződésem, szent meggyőződésem, hogy először is most a költőknek nagyon komoly feladata az, hogy szóljanak, hogy próbálják meg irányítani a irodalmi alkotásokkal, mint ahogy mindig feladatunk, vagy legalábbis befolyásolni az irodalmi alkotásokkal az olvasó embereket, az irodalomkedvelő embereket. Nagyon sok mindenre a költőknek kell fölhívni a figyelmet, rámutatni bizonyos nehézségekre, gondokra, formálni az egész nemzettudatot. Tehát van feladatunk, és azt ne felejtsük el, hogy tudni kell, érezni kell azt, hogy tőkesúly van alattunk. Tehát mindig föl fogunk egyenesedni, akármilyen vihar van. Tehát ez egyfajta jövőkép, ugyanis ezt szerettem volna kérdezni itt a végén, hogy milyen jövőképe lehet a Vörösmarty Társaságnak. Nyilván határozott elképzelésed van. Most függetlenítsük magunkat a Kossuth utcai terem sorsától. Nézd, egészen biztos, mint ahogy mindenkinek hatalmas felelőssége van most ebben a világban, amikor ki vagyunk téve egy olyan viharnak idézőjelben, amit nagyon nehéz lesz legyőzni és leküzdeni. És hát valaki egyszer az én egyik kis könyvemben azt írta az előszóban, hogy mindig a költők tudják a helyes utat. Én nagyon szeretném, hogyha mi valami helyes utat tudnánk megmutatni. Ami nyilvánvalóan, most, hogy a kezedbe vetted azt a kis könyvet, és a hátsó borítón ott van Bódás Jánosnak a Karácsonyi Jézushoz című verse, amelyik azt hiszem, hogy megmutatja nekünk a helyes utat. És még egy költőt szeretnék idézni, ez a Reményik Sándor a Béke című versével, aki azt mondja, hogy a béke itt kezdődik bent. Ennek a békének a megteremtése most mindenek fölött a legfontosabb. Történjék így, köszönöm szépen. Köszönöm, Zoli, és egy Barta Klára verssel búcsúzom, Advent. Advent, Advent, szívnyitó, lélekmosó, puha hó, bűnöktől megtisztító, száz örömet fakasztó, Jézus várás csodája. Ezt kívánom mindannyiunknak, a Vörösmarty Társaság valamennyi tagjának, neked, a családodnak. Köszönöm szépen, én pedig minden kedves nézőnek, és neked is köszönöm sok szeretettel. Köszönöm, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, Bobori Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke volt az ünnepi beszélgetéseink sorában a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra.